ez jó lesz. Már látszik, hogy jó termés várható idén kukoricából Szekszárd környékén, ezt mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei alelnöke. Kővári László szerint annak ellenére, hogy júniusban és júliusban is csak 4-4 napon esett az eső, meglett a csövek fejlődéséhez szükséges csapadékátlag. Kora tavasszal, amikor ugye nagyon aggódtunk még a száraz tél után, aztán május végére behozta a csapadékhiányt, itt a térségben hangsúlyozom, és mindig erről beszélek, behozta a hiányt az időjárás, és azóta rendszeresen, ha 24. órában is, de mindig megjött a csapadék. Tolna megyében nem csak a kukoricának kedvezett az idei időjárás. Búzából az országnak ezen a részén érték el a gazdák a legnagyobb termésátlagot, 6 tonnát hektáronként, és a többi szántóföldi növény is jól termett. Repcéket is időben betakarították, száraz periódus volt a betakarításban, és 3-4 tonnák a repceátlag termések. Ott is először féltünk a téli csapadék hiány miatt, de aztán nagyon jól alakultak ki, ágaztak el a repcék is, ebből adódóan azoknál is itt a megyében elég jó termésátlag jött létre. A kukorica aratása a terveknek megfelelően szeptemberben kezdődhet el.